Alipapi mami. Mindenkinek. Van-e még vajon olyan, hogy udvarlás? Ezen gondolkodtam egyik nap, hogy ez a klasszikus udvarolok egy lánynak, és aztán így szerelmesek leszünk, hogy ez ma van-e még? Ugye, mit jelent maga az udvarlás? Hát most nem néztem így szó szerint utána, hogy mit jelent, de nyilván benne van a szóban, hogy udvarolok, tehát hogy az udvarhoz megyek oda, és akkor onnan beszélek be a lánynak. Vagy onnan kacsingatok, meg onnan dumálunk. Nyilván nem szabad még bemennem az udvarba sem, mert szerintem nem engedték ezt meg. Régen csak, hogy az udvarhoz járkálsz, és akkor minden nap mész oda a lányhoz. De ez a klasszikus udvarlás, ez szerintem már így nem, szerintem nincsen a fiataloknál, mert nem tudom, most olyanokat láttam, hogy Facebookon kírogatják, hogy 10 per mennyi, és akkor nem értettem, hogy mi mennyi 10 per. És akkor magukra értik, hogy le kell őket pontozni. Azek, hogy hát bocs, de csak egy 6. És akkor így pontoztatják magukat. És akkor hát 10 per 8. És hát szerintem te is. Te 10 per 10. Hú, akkor összeillünk. 10 per 10 vagy. Ilyet tud valakit így lepontozni, hogy te mennyi vagy, meg így megalázni. Hát még hogyha így gondolom is, hogy mondjuk ő hozzám képest egy 8-as, nem tudom, hát akkor sem mondanék soha ilyet egy lánynak, hogy bocs, de csak egy 6-os vagy. Jó, így a Facebookon teljesen mondjuk ez már, én azt gondolom, hogy ez is ilyen online történik már gyakorlatilag, ez az udvarlás, vagy udvarlás. De az már nem is az. Tehát szerintem az, olyankor nem udvarolsz valakinek, ha írogatsz neki. Tehát az a klasszikus értelembe vett találkozol vele, és akkor ott úgy össze barátkoztok, haverkodtok, de természetesen már az elején se az, mind a ketten tudjátok. És ez fiatalként szerintem tök izgalmas. Én nagyon sokat udvaroltam így lányoknak. Szerintem ez tök jó dolog, ha két ember így nem egymásnak esik, hanem így van egy ilyen lépcső, egy ilyen fokozat, amikor szépen eljutsz odáig, hogy az mondjuk az első csókig, vagy megfogja már a kezed, vagy... Tehát ilyen fiatal dolgokra gondolok, mert felnőtt korban szerintem az udvarlás az már teljesen elveszett. Tehát én azt mondom, hogy egy ilyen 25-30 év fölött az emberek ugye megismerkednek a munkahelyükön, és akkor hát szeretnél dugni, mert én is szeretnék, ő is, és akkor elmennek és kefélnek egyet, szóval nem csinálnak belőle szerintem nagy ügyet, hogy de hát az nem udvarlás szerintem már, mert úgy sem lesz belőle semmi, mert mind a kettőnek van egy családja, vagy házasok, tételezzük fel. És akkor ott, hogy jól összejönnek, aztán kefélnek egy nagyot, azt a másnap már nem is emlékeznek az egészre, vagy ott tart egy ideig, de hát ugye ezek már nem klasszikus udvarlások szerintem. Meg ugye a flört szó is teljesen mást jelent, hogy milyen flörtölni valakivel. Szerintem flörtölni egyszerűen annyi, hogy az ilyen pillanatok a flört. Tehát mondjuk bemész a nem tudom, a boltba, vagy nem tudom, valamelyik ilyen bevásárló egységbe, és akkor ott a pénztáros lány rád mosolyog, meg te is, meg ott mondasz valamit, és akkor úti flörtöltetek most, és akkor kijössz körülbelül ez amikor flörtöl két ember, de amúgy azt is megfigyeltem, hogy ezek jók, ezek a szavak, hogy csak flörtöltem, mert igazából van, aki ráhúzza ezt arra is, hogy tegnap lefeküdt valakivel, hogy csak flörtölt egyet, tehát szerintem azért ez nem az, a kettőt ez nem lehet összehasonlítani, tehát az nem flört. A flört azt szerintem csak ennyi, tényleg, hogy a gombóc fagyit úgy adja a srác, hogy kacsint a lányoknak, meg ingyen kapják, és akkor flörtöltek velük egy kicsit. Szerintem ez a flörtölés. De maga ez a klasszikus udvarlás szerintem nem nagyon van már így a fiataloknál, így kiveszett teljesen, főleg azért, mert kontakt sincsen igazán. Most már minden online, a legtöbb ilyen kontakt is szerintem az a durva. Tehát itt a magukat fotózó, pucsitgatós 14 éves, 14, 13, ilyen csücsörítős képek alá iragatnak egymásnak, és ott ismerkednek, és ott küldi el a picsába az egyik lány a másikat. Ilyet is láttam nagyon sokat, meg a srácok is ott veszekednek, hogy kié, leosztják. És ugye annak idején ez nem volt egyáltalán, tehát klasszikusan kellett udvarolnod. Tehát, hogy egy lány tetszett neked, akkor tényleg találkozgatni kellett vele. Tehát járkálnod oda, és akkor maximum
segre ültél a végén, mert rájöttél, hogy hát ő csak lehet, hogy haverkodni akart, aztán te meg nem azt akartál. És nagyon sokat járkáltam el így naphosszakat így a ház elé, tehát nem is mentünk sehol, lejött a ház elé, és akkor hogy lejött a kiscsa, és akkor ott voltunk, ilyen 15 éves voltam, és ott a ház előtt beszélgetni, és már késő van, menni kell már haza, mert ugye ott haza is kellett menni, tehát a lánynak, nem úgy volt, mint ma, hogy leszarják, hogy mikor, nekem klasszikusan meg volt mondva, hogy mit tudom én, 9-ig, nekem haza kellett érnem, hát én olyat kaptam, ha nem értem haza 9-re, nem volt ez, hogy ilyen évfélkor, meg nem is maradhattam fönn még szerintem 15-16 évesen sem. Tehát nem volt ez a daj-daj, hogy én azt csinálok, amit akarok. És akkor ott klasszikusan meg kellett várnom mindig azt a napot, kivárni, akkor menni, és hogy ráére. És sőt, még leveleket is írogattunk egymásnak, tehát kézzel megírtuk, és elmentem, bedobtam postaládába, amit ő eljött hozzánk, és ő is bedobta a postaládába, mert annyira nem laktunk messze egymáshoz, de tehát, hogy mondjuk nem laktuk olyan messze, hogy föl kell adni postára, de így izgalmas volt, így tudtunk mondjuk levelezni, hogy, és akkor ráírta, és az én nevemre volt, és akkor persze a szülők is már néztek, hogy valami kislánytól itt kapod itt a leveleket, meg kinek írogatsz. És egyébként ez is tök izgalmas volt, szóval sokkal izgalmasabb volt egy várni azt a pillanatot, hogy be van dobva egy levél, tényleg leverte a víz így az embert, hogy benne van a levél, és arra így vár, nem az, hogy megfogom a telefonon, plöpp, 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 és akkor egy ilyen iMessage-et küldök valakinek, de azonnal megkapja, meg azonnal válaszol. Hát itt nagyon sok idő, el kell teljen egy egész nap. Hát ő még azt megírta, meg becsomagolta, meg beloppózott, és akkor bedobta, vagy klasszikusan tényleg feladtuk mondjuk postára, és ugye az 2-3 nap volt, mire megérkezett valahova, és akkor abban nagyon sok mindent leírtál. Ott volt gondolatod, de nem az volt, hogy na Mizu, meg 10 per mennyi, 8, akkor menj a picsába. Nem, ott rengeteg mondani valónk volt. Olyan levelezéseim vannak, ilyen csajszikkal, hogy jó, ilyen vicces is utólag, mert így tök jó látni, hogy a csaj, szerintem már hulleszerelmes volt, én meg olyan kis hülye gyerek voltam, hogy nem esett le nekem, hogy most már tényleg lépnem kéne, és ez olyan vicces, olyan aranyos, így ennyi évesen, tök jó ezeket elolvasni, de olyan levelezések voltak, hogy ilyen vastag volt, így tele volt írva ilyen 6 meg 7 A4-es papír, és írt a csaj, írt, és én is írtam neki, és rengeteg mondani valónk volt. Elmesélted a napodat, hogy mit szeretsz, mivel foglalkozol, sztorisztál, elmesélted a sztorikat, hogy mi volt a suliba, hogy hova mentetek hétvégén, és mindent leírt az ember. És ez teljesen eltűnt ugye az internet, és ez a szociális hálózat miatt ez, minden eltűnt, ez a varázs, ez azonnal mindenre kapsz választ, és a titokzatosság az mindig sokkal jobb volt, és erre mondjuk, hogy sokkal izgatóbb ma már egy fehér neműs nő, vagy még ha nem is fehér neműben van, hanem sejtett dolgokat, sokkal izgatóbb már, mert egyszerűen a úgy túl van feszítve a szexuális határ is, így a mesztelenségbe, a jó nőkbe, hogy mindenhol pornót látsz, akárhova mész, akármit kinyitsz, egy újságot, egy reklámot látsz, mindenhol seggek vannak, csöcsök vannak, nagyon jó nők, és olyan túlzás ez az inger egy férfi számára is, hogy már egyszer nem izgalmas, már kiment a hatása, vagy elmúlt ennek az igazi hatása az, hogy beindítsa a férfiasságodat, hogy azt a rohadt, tehát már izgalmasabb a strandon látni egy valódi nőt, aki pont kijött az öltözőből, és nagyon jó fürdőruci van rajta, most csak mondtam valamit, mint hogy végignézzél egy egész csoportos pornót, egy magazint, már minden izgalmasabb, egy ilyen kis pillanat is tud izgalmasabb lenni, mert valódi, meg mert picit várni kellett rá, vagy sejtett. Ezt a fajta izgalmasságot már nem fogják tudni megélni a fiatalok szerintem. Pont emiatt, és szerintem ez nagyon rossz. Szerintem ez nagyon rossz útra tereli őket, hogy
nincs meg ez a sejtelmesség, nem élnek át semmivel kapcsolatosan ilyet, hogy valamit várok, várom, hogy valakivel találkozzak, mert nem érem el. Ezek jó dolgok voltak, és a napjaimat is ezt teszi tönkre, rájöttem, meg az emberek napjait, hogy nem tanulunk meg, nem hagyunk időt, hogy hiányozzon a másik. Nem hagyunk neki pillanatot, mert mindenhol ott vagyunk az éterben, össze vagyunk kötve, mint a droidok, és én tényleg olyan, hogy a gondolataiban másztunk bele egymásnak. Mi van veled? És így válaszol, itt vagyok, jól vagyok, te hogy vagy, mit csinálsz, minden gyerekek megvannak, gyerekek, kapcsold a gyerekeket vissza, és tényleg ilyen, mert ott van, mindent, elérünk mindenkit. Egy pillanat alatt azt teszünk, és azt mondunk annak, akinek akarunk, és azt kérdezünk. Ha valaki klasszikusan még udvarol, és fiatal az írja ide, nem, mert nagyon örülnék neki. Na, Ali Papi Mami.